két felé kell bontani a történetet. Egyrészt a vadászattal kapcsolatos cselekmények, másik felül fegyvertartással kapcsolatos cselekmények. Vadászattal kapcsolatos cselekmények azok szintén alapvetően két felé mennek, egyrészt a vagyon elleni, másrészt pedig a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetéssel kapcsolatos ügyek. Na most itt azt tudni kell, hogy a vadászat foglalkozási szabályok alá tartozik, még akkor is, hogyha az illető nem hivatásos vadász. Sportvadász is a foglalkozási szabályok hatája alá tartozik, és be kell tartani azokat, amelyeket a vadászati törvény és a vonatkozó alacsonyabb szintű jogszabályok előírnak. Itt a leggyakoribb a lövés leadásának nem kellő megfontolása. A vadásznak gyakorlatilag jogszabályban előírt kötelessége, hogy a vad faját, korát, ivarát a lövés előtt megállapítsa, valamint azt is, hogy a leadott lövés más személy testi épségét nem veszélyezteti, vagy másnak kárt nem okoz. Tehát egy rendkívül széles és körültekintő figyelem kell ahhoz, hogy egy lövés le lehessen adni. Itt a vadászoknál azért veszélyesebb vagy fontosabb a lövés előtti körültekintés, mert lényegesen kevesebb lövést adnak le, mint a sportlövők. Lényegesen szabályozatlanabb körülmények között, hiszen a sportlövő, az, tudom én, szituációs lövészetben egy versenyen lead 200-250 lövést. Tehát azt mondom, hogy éves viszonylatban több ezer lövés szám van mögötte, ennek megfelelő a gyakorlata. Viszont lőtéren, meghatározott célra, meghatározott időkereten belül, vezényszóra, versenybíró vagy edző felügyelete mellett adja le lövést. Vadász viszont egyedül van kinn a területen, senki nem segít neki, sem a célfelderítésben, sem másban, nem tudja. Úgy nagyjából sejtheti, hogy milyen célok lesznek, milyen vadfajok lesznek, és ugye az időjárási és egyéb körülmények, például a napszak, azért itt a felderítést, a célfelderítést jelentősen befolyásolja. Tehát a vadászoknál ez a probléma a lövés leadásnál, és ha ez nem kellő körültekintéssel történik, akkor bizony megvalósul a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés. A bírósági gyakorlat szerint a függetlenül attól, hogy mi a nyomozóhatóság, vádhatóság és egyéb ilyen-olyan szerep, történetnek a szereplőinek a véleménye, a felelős az, aki a lövést leadta. Nem a vadászatszervező, nem a hajtásvezető, nem a forgalomszabályzó, nem a vadőr, nem is tudom kicsoda, a vadösszeszedő, vagy melyik társaságnál hogyan szervezik ezeket, csak az, aki a lövést effektíve leadta, aki a célt, a vadat felderítette, megállapította, hogy lőhető, megállapította, hogy más nem veszélyeztet, hogy a lövedék se fagyott földön, se vizen gurulatot nem kap, és leadja a lövést. Aztán ezek mégis bekövetkeznek, akkor azt jelenti, hogy rosszul mérte fel a lövés leadásának a lehetőségét, és akkor, ha ott más kár ér, akkor bizony felel a foglalkozási szabályok szerint. Ezek nyilvánvalóan, és ezt a jogalkotó is, meg az ítélkező is tudja, hogy ezek nem szándékos károkozások, adott esetben lehet ez egy figyelmetlenség, sőt, akár lehet tőle független is, amivel nem számolhatott. Erre is van példa, amikor olyan vizenpattanás volt, lövedék, ami halálos eredményt hozott, de a bíróság úgy gondolta, nagyon helyesen gondolta, hogy ott az adott helyen vízzel nem is kellett számolni, azt a vízfelületet nem láthatta, és a szakértői vélemények szerint onnan történt a megpattanás, tehát ezért nem felel.
Tehát ez volt a foglalkozás. Másik a vagyon elleni. A vagyon ellenit azért kell mondani vadászoknak, mert ugye itt egymás mellett vannak a különböző vadászterületek, tehát aki vadászterület határán vadászik, annak igen pontosan be kell tartani ezeket a szabályokat, hiszen ha más vadászterületén adja le a lövést, ahol ő nem jogosult vadászni, akkor már nem is jogosulatlan vadászatot követel, hanem vagyon elleni bűncselekményt, mint ezt a bíróság általában lopás kísérletének szokta minősíteni. De nagyon lényeges dolog, ugyanis két felé kell osztani. Ha a saját vadászterületemre én beírok szabályszerűen, az egyéni vadászatok nyilvántartó könyvébe szabályszerűen kimegyek, vadászok, meglövöm a vadat. Nem teszem be a nagyvad azonosító jelet, az egyértelműen annak minősül, hogy én a vadat illegálisan el akartam vinni, lopást kíséreltem meg. Na most azt tudni kell, hogy itt értékhatárok vannak. Ha a vadnak az értéke 50 ezer forint alatt van, akkor ez egy tulajdon elleni szabálysértés lehet adott esetben, ami szintén nem szép dolog, de az akkor is csak egy szabálysértés, aminek kisebb a szankciórendszere. Ugyanakkor, ha ezt máshol teszem meg, idegen vadászterületen, ott is ez az értékhatár, csak nem mindegy, hogy hogyan van a számítási rendszer. Míg a saját vadászterületemen azt mondhatom, hogy kérem, a mi vadász társaságunknál az árjegyzék szerint egy, mondjuk mit is mondjak, vaddisznó süldő, tegyük fel 20 ezer forint. Ebben az esetben egy 20 ezer forintos tulajdon elleni szabálysértés. Tehát ha saját területen, nagy vadazonosító nélkül viszem el a vadat, vagy kísérelem meg, vagy nem kellő időbe teszem bele a nagy vadazonosítót, ugye akkor kísérlet, akkor ott az értékhatárral, vagy az értékhatárról, az adott vadásztársaság adja ki az igazolást, és azt mondja, hogy kérem szépen, nálunk ez a vad 20 ezer forintot ér, a rendőrhatóság megállapítja a szabálysértést, mivel 50 ezer forint alatt van. Hiszen én szabályszerűen vadásztam, saját vadászterületen vadásztam, nem tartottam be bizonyos szabályt. És mi van akkor, ha ez más vadászterületen történik? Ott már nem a vadásztársaság határozza meg az árat, hanem a jogszabály. Ott vadgazdálkodási értéket kell megfizetni. Vadgazdálkodási értéket kell számítani. Mit jelent? Vaddisznó süldő, 100 ezer forint. Ér annyit egy? De, hogy is ér annyit. De a jogszabályban itt van meghatározva, tehát abóvó lopás büntette. Kész. Nincs ezzel különösebb variációs lehetőség. Ezt nem lehet tovább magyarázni. Ha idegen vadászterületen, vagy azért, mert nem ismerem a határvonalat, vagy átlövök, valamit elnézek, és az idegen vadászterületen adom le a lövést, mondjuk egy vaddisznó süldőre, ott nem mondhatom már azt, hogy hát elnézést kérek, itt legfőjebb egy szabálysértést követhettem el, hiszen egy vaddisznó süldő értéke mondjuk 25 ezer forint, és nem éri el az 50 ezeret, hanem ilyenkor a jogszabályban meghatározott vadgazdálkodási értéket kell a bíróságnak figyelembe venni, ami meg 100 ezer forint, ami meg bűncselekmény. Innentől kezdve, amíg a vadász nem mentesül a büntetett előlethez fűződő hátrányok alatt, tehát büntetés hatája alatt, addig nincs fegyver. Mert az egyéb konzekvenciák, azok csak a büntetett előélethez fűződő hátrányok lejárta után történnek, amit ugye az új törvény már kivette a szabályozás alól, tehát végül is megkaphatja, de addig meg. Lőfegyvertartási engedélyt be kell vonni. Na most ilyen esetekben, még hozzáteszem, hogy ilyen esetekben a bíróság
az ítéletet hivatalból megküldi vadászati hatóságnak. Vadászati hatóság emellett lefolytat egy közigazgatási eljárást, és azt mondja, hogy igaz, hogy a vadászt elítélték, mondjuk lopás kísérlete miatt, mert rálőtt, nem vitt el, nem lőtte meg, két lövést adott le egy vaddisznósüldőre, például, megállapítja a bíróság a lopás büntettét, és ezt követően a vadászati hatóság a közigazgatási eljárás keretén belül vadgazdálkodási bírságot szab ki, a vadászt eltiltja a vadászattól, akár több évre is. Ilyen esetekben egy ilyen 2-3 éves eltiltás az meg szokott történni, ami azzal jár együtt, hogy új vadászvizsga letétele után kaphat csak állami vadászjegyet. Tehát ennyiből áll a történet, és ez volt a vadászoknak a vadászattal kapcsolatos része. A lőfegyver tartással kapcsolatos rész az két részre osztható. Az egyik és legfontosabb és leggyakoribb és szinte állandóan visszatérő a maradványlőszer. Például nem jött be őszre a 222-es, kellene egy 243-as, nagyobb távolságra lövök, mondjuk az Alföldre járok vadászni, oda tényleg kellene. És akkor azt mondom, hogy hát jó, 222-es puskát nem tartom, meg eladom. De nem nézem át a lőszereimet, nem nézem át, hogy minden 222-es lőszertől maradéktalanul megszabadultam volna. Jön egy fegyverellenőrzés, vagy valami más okból kifolyólag jön egy ellenőrzés, rendőrhatóság. Megnézi a fegyverszekrényt, teljesen szabályszerű, többi lőszer között ott van elzárva a 222-es lőszer. És lőfegyverrel visszaélés büntettében megindítják az eljárást. Vagy nem megy már olyan jól a 20-as sörétes, mert életkor ez az amaz, áttérünk a 12-esre, visszamegyünk újra a 12-eshez, és a 20-as lőszereket nem adtam el. 20-as puskát eladtam, volt rá jelentkező, és ott maradt egy doboz 20-as lőszer. Abban a pillanatban, az ellenőrzés után megindult büntető eljárás. A legújabb, és ezzel még nem találkoztam, maradványfegyver. Maradványfegyver, ez egy viszonylag az én gyakorlatomban is új történet, de valahol logikus. Vadásznak valamilyen szabálysértés miatt rendőrhatóság bevonta a fegyverét. Megfellebbezte, önállóan, nem volt ügyvédi segítsége, megfellebbezte. Másodfokon a hatóság helybe hagyta a lőfegyverek bevonását. Ezt követően a vadász mit tett? Közigazgatási pert indított a másodfokú hatóság ellen. De ezzel egyidejűleg kérte a határozat végrehajtásának felfüggesztését. Mivel ő vadászik, és hogy addig, amíg a bíróság nem dönt, addig se kelljen leadni a fegyvereit. Na most ugye szabálysértés esetén, amikor a szabálysértés megállapították, ez még az ezévi jogszabályváltozás előtt volt, sok esély nem volt rá. Két évre bevonták a fegyvert, a vadász elment a megyei bíróságra, mai nevén törvényszékre, ahol helybe hagyták a másodfokú rendőrhatósági határozatot. Ezt követően a vadász várt. Várt, hogy mikor vonják be a fegyverét. Várt két évig. És akkor kiderült, hogy nála még mindig ott van a fegyver. Hát abban a pillanatban büntető eljárást indítottak ellene, hiszen a megyei bíróság ítéletét követő napon neki azt le kellett volna adni. Ugyanis volt egy elsőfokú határozat, az nem lett jogerős. A másodfokú határozat az jogerős lett, tehát a fegyver leadása jogerős.
Ennek a felülvizsgálatára indított csak a bíróság egy pert, illetve ő indította a vadász, de a bíróság vizsgálta felül a határozatot, és bíróság döntött úgy, hogy addig a határozatot, de csak addig nem kell végrehajtani, amíg ő, mint elbírálásra jogosult ítélkező szerv, felül nem vizsgálja. Felülvizsgálta, meghozta az ítéletet, attól kezdve az végrehajthatóvá vált. Nem csak végrehajthatóvá vált, végrehajtandóvá is vált. Ebből következik, hogy másnap a vadásznak le kellett volna adni a fegyverét. Na most nyilvánvalóan azért azt is hozzá kell tenni, hogy ilyen esetben más a helyzet, hogyha a vadász egy ügyvéddel megy, egy ügyvéd csinálja a fellebbezést, indítja a pert. Mert ekkor nem lehet hivatkozni semmire. Meglehetősen labilis a dolog azzal kapcsolatban is, hogy mit lehet tenni ilyenkor. Én nekem az a véleményem, hogy ha valaki, meg a jogszabályok is végül is erre utalnak, a polgári törvénykönyv is, a bíróságot kitanítási kötelezettség terheli. Tehát ha egy megyei bíróság mai nevén törvényszék hoz egy polgárral szembe valamilyen döntést, nem csak szembe, akár mellette is, és nincs jogi képviselője, bíróságot kitanítási kötelezettség terheli, ezt így hívjuk szakszóval, vagyis köteles elmondani, hogy kérem, most meghoztam ezt az ítéletet, ezzel az ítélettel a rendőrhatóságnak a határozata jogerős és végrehajtandó, tehát holnap adja le, vagy holnap után adja le. Tehát most a bíróságot ez az én véleményem szerint terheli nem csak a méltányosság okán, hanem jogszabályi előírás is. Tehát a vadászoknál ez egy teljesen új dolog, egy novum, azon túlmenően, hogy ebben az esetben, ugye ez még nem zárult le, szeptemberben lesz ebbe az ügybe egy lőfegyverrel vissza is büntette. Ugye rögtön megindult, első fokon elítélték, megyünk másodfokra, és azt mondjuk, hogy hát kérem, vannak bizonyos méltányolható körülmények, ami arra utal, hogy itt a vadász az gondatlan volt, már pedig a lőfegyverrel visszaélés gondatlanul nem lehet elkövetni, csak szándékosan, és arra alapozzuk a véleményünket, hogy hát itt minden évben kapott vadászjegyet. Már pedig a rendőrhatóság lejelenti a vadászati hatóságnak azoknak azon személyeknek a nevét, akiknek a lőfegyvertartási engedélyét bevonta. Korábban is lejelentette, amikor erre nem volt meg a jogszabályi lehetőség, ettől az évtől meg egyértelműen megnyílt, ezt már a korábbi interjúban erre már részletesen kitértem. Tehát a vadászok vonatkozásában ezek azok a neuralgikus pontok, amire mindenképpen oda kell figyelni, de a maradványlőszerek az rendkívül sok, napi rendszerességgel fordul elő a gyakorlatomban. Ugyanakkor van bizonyos elmozdulás az ítélkezésnél. Olyan szempontból, hogy van már olyan megyei másodfokú ítélet, amikor azt mondta a megyei bíróság, hogy a vadász, aki eladta a huzagolt csövű civilesen golyós lőfegyverét, és csak a sörétes maradt meg, és maradt néhány lőszer hozzá, az ő vonatkozásában a felfüggesztett szabadságvesztés büntetés, amit első fokon kiszabtak, az drasztikusan eltúlzott, mondta a Veszprém megyei bíróság, és úgy döntött, hogy másodfokon megrója, tehát a legalacsonyabb szintű, de nem is büntetés, hanem intézkedést alkalmazott a vadászon szemben, megrovásban részesítette. És van olyan is első fokon jogerőre emelkedett ítélet, ahol azt mondta a bíróság, hogy kérem, a vadásznak volt hasonló kaliberi fegyvere, hasonló kaliberű lőszerekből volt nagyon sok, több száz, és
300 vagy 400 lőszer között az a 10 nem tűnt fel. Gondatlan volt. És felmentette a lőszerrel visszaélés büntettének vágya alul a vadászt, mert azt mondta, hogy hát végül is elétette az ember a tárgyalóterembe egy 12-es, meg egy 16-os lőszert, és úgy igazából, hát picivel nagyobb. Tehát úgy messziről, és elétette az ember a dobozt is a bíróságnak, hát kívülről ugyanúgy néz ki. Ott fölül van egy kis felírás rajta, hogy ez 20-as kaliber, de hát amikor a tárgyalóterembe ilyeneket bemutat az ember, hogy kérem, így néz ki egy 16-os lőszeres doboz, így néz ki egy 12-es, akkor azt mondják, hát ez ugyanúgy néz ki, hát kívülről különösebben nem tűnik fel, ott van rajta egy kis felírás, hogy hát ez mégse más, mégse ugyanaz, más kaliber, elnézhette, nem volt kellően gondos, nem kellő gondossággal járt. Tehát itt ez azért nehéz, mert az eshetőleges szándék és a tudatos gondatlanság között nagyon keskeny, iszonyú keskeny a mesdje jogi szempontból. Tudatosan gondatlan az, aki nagyvonalúan, különösebben nem számít, hogy mi történik, nem vagyok kellően figyelmes, és az, hogy a szándékosság legenyhébb foka, az eshetős, hát ha bekövetkezik. Tehát e között jogi szempontból nagyon keskeny a mesdje, és ez mindig a bíróság mérlegei. Az eset összes körülményeiből hozza meg a döntését a bíró, hogy ez most egy tudatos gondatlanság, és felmentem, vagy egy eshetőleges szándék, és elítélem. Eset összes körül, persze ilyenkor nyilvánvaló, hogy az is sokat nyom alatba, hogy milyenek voltak a korábbi nyilatkozatai, milyen volt az előélete, sőt, akár még az is, hogy a bíróságon hogyan nyilvánul meg. Hogy igen, ez egy viszonylag precíz ember, de valamit elnézett. Vagy az, hogy mit számít nekem, engem különösebben nem érdekel, és az igen. Hát akkor ez egy eshetőleges szándék. Arra még nem volt precedens, hogy büntetlen előéletű lőfegyvertartó, aki ezzel kapcsolatban más bűncselekményt nem követett el, letöltendő szabadságvesztést kapott volna pusztán a maradvány lőszerek miatt. De azt figyelembe kell venni, hogy egy szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, felfüggesztett szabadságvesztés esetén a joghátrányok nagyon hosszú ideig elkísérik a fegyvertartót, akár 5-8 évig is, még akkor is, hogyha mondjuk egy pénzbüntetés esetén azonnal mentesül a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól, vagy akár a bíróság a tárgyaláson megteszi ezt, de megmarad az a probléma, hogy őt egy szándékos bűncselekmény miatt ítélték el.